Na itt vagyunk, újra nézzük meg a március 8-ai ige hirdetést, miről szól. Vigyázz jobban magadra, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Igen, 1. Korintus 6 per 20. Ha nem viselsz gondot a testedre, akkor lehet, hogy hamarabb megy a mennybe, hamarabb megy a mennybe, mint tárvesztett. Látjátok, érdekes. A Biblia azt mondja, hogy dicsőítsük Istent testünkben. 1. Korintus 6 per 20. Hogyan tegyük ezt? Na nézzük meg. Azt mondja, hogy így kényelmesebb ülök. Na nézzük. Picit a fókusz elment. Azt mondja, hogy első, változtass az étkezési szokásaidon. Igen. Sokan rossz indítékból esznek, stressz, unalom, fáradtság, harag, depresszió, vagy alacsony önértékelés miatt. Igen. Igyekezz a... Igyekezz a gyökerénél kezelni a problémát. Ha kevés gyümölcsöt, zöldséget és rostot eszel, az árt az egészségednek. Bár jó, és tudjuk, hogy mit kell enni, gyerekek. Gyakorolj önuralmat. Igen. Akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Galata 5 per 24. Második. Kezdj el mozogni. A titok nyitja, hogy lassan kell kezdeni. Menj a lépcsőn a liftezés helyett, ne menj autóval oda, ahova gyalog is elész. Hát ez nem is vonatkozik. Labdázz a gyerekeiddel, tévénézés helyett. Isten mozgása tervezte a testedet, és ez nem azt jelenti, hogy reggelente megteszed azt a pár lépést, az autótól az íróasztalodik. A heti háromszor fél órát tornázunk, az csökkenti a vérnyomást és a stresszt, és jó közérzetet teremt. Rajta, kezdj hozzá! harmadik, feküdj le időben. Így van. Tony Jenkins, lelkész, a házi orvosánál érdeklődött, hogy mit lehetne tenni felesége horkolása ellen. Igen. Annyira zavarja önt, kérdezte az orvos. Nem, csak engem, felelte Jenkins, az egész gyülekezetet. Komolyra fordítva a szót, szükségünk van 8 óra alvásra. Lehet, hogy valahogy kibírod kevesebbel is, de... De valóban úgy akarsz élni, hogy valahogy kibírod? A zsoltáros azt mondta, hiába keltek korán, és feküztük későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek.
Igen. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Zsoltárok 127 per 2. Tehát kapcsol ki a tévét és a számítógépet, és feküdj le időben. Így van. A mai üzenet számodra ez, törődj jobban az egészségeddel. Igen. Ezt én is így kéne csinálni, gyerekek. Ez nagyon jó volt ez a mai ige hirdetése. Március 8-ai, ez így van. Így van, szuper volt, igen. Szóval vigyázzunk akkor, igen. Vigyázzunk az egészségünkre, mert ugye, tehát gyümölcsöt kell enni sokat, és gyümölcsöt sokat, ugye mozgás, torna, és le kell feküdni időben, így van. Én is be kéne ezt vezessem, hogy több gyümölcsöt, rostot tegyek. C-vitamin, még ilyenek, és akkor ugye mozgás, nem autóval, mindig autóval, ugye, az nem a legjobb. Hát igen, a bringázás, ugye elő kéne vegyem a bringát, és kéne bringás live-okat ugye csinálni is. Sokat bringázni is. Hát igen, csak na. Kicsit én is alakuljak helyre, ugye? Azt kéne. Na jó, minden jót, Sanyika voltam, a legjobbakat. Sziasztok, minden jót, sziasztok. Isten áldjon benneteket, sziasztok. Majd akkor találkozunk. Hónap, jó? Sziasztok!